Nagy Norbert viceposztulátorral fogjuk megkezdeni a mai délelőttöt, méghozzá Zita királyné boldogalvatásáról beszélgetünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a meghívást, jó reggelt kívánok! Mielőtt arról beszélünk, hogy hogyan is áll most ez az eljárás, az ő életét vegyük talán szemügyre. A Boldog IV. Károly az utolsó magyar király és osztrák császár felesége volt ő. Valóban így van, Bourbon Pármai Zitáról beszélünk, aki 1892-ben született, és majd, hogy nem matuzsálemi kort élt meg, 1989-ben hunyt el, március 14-én néhány nap múlva fogjuk ünnepelni halálának évfordulóját, emlékezni halálának évfordulójára. 21 testvérre volt, ugye? Igen. Ez egy valid szám. És több sérült gyermek is volt a családban, és talán innen hozhatta azt a fajta lelkiséget, amiről őt megismerhettük, ami egyébként mi is. Talán azt lehetne mondani, hogy Zita királyné lelkiségének középpontjában a család és az Isten szeretete állt. És a kettő szervesen kapcsolódik egymáshoz, hiszen az ő imádságos élete, gyerekkorának katolikus neveltetése, ugye Olaszországban, Firenze környékén, Toszkánában nőtt fel, ott szívta magába az istentiszteletnek a szeretetét, és utána pedig a nagy családot látva, amelyben maga Zita királyné is felnövekedett, szintén egy ilyen nagy családot szeretett volna magának. Ehhez volt később partner IV. Károly királyunk. Akivel hol találkozott és hogyan? Akivel már nagyon korán találkoztak külföldi nyaralásaik idején, Zita gyakran ment német tanulás szempontjából, többek között Bajorországba, de Ausztriába is, és egy ilyen út alkalmával találkoztak, és talán ami ritka monarchikus körökben, azt lehet mondani, hogy ez egy szerelem volt első látásra. Mikor ez a két fiatalember meglátta egymást, úgy érezték, hogy itt már nem kell tovább keresni. Megtaláltuk egymást, egymásra találtunk, és úgy gondolták, hogy ez a találkozás is Isten ajándéka. Nem véletlen, hogy amikor házasságot kötöttek, akkor a jegygyűrűkre azt az egy mondatot írták, vésették bele, hogy azért vagyunk egymásnak, hogy egymást a mennyországba segítsük. Tehát életüket, házastársi életüket nem ketten kezdték, hanem egy harmadik személy is benne volt ebben a kezdésben, és ez az jó Isten. És az Isten áldásával indultak, és ennek az áldásnak számos vetülete volt, többek között az a sok gyermek, akik az ő házasságukból születtek. És talán az a fajta lelki erő és összetartás, ami a nehézségek idején is a sajátjuk volt, hiszen amikor ugye a házasságkötés után megváltozott az életük a háború kirobbanásával, akkor azért ott nagy nehézségekben kellett helytállniuk. Így van, talán olyan illuzórikusnak tűnik, amit az előbb mondtam, hogy szerelem volt első látásra. Valóban így volt, az első szép, szerelmes éveket követően háború, járvány, monarchia összeomlása, váratlan trónra kerülés, hiszen nem ők voltak a trónöröklés első sorában. Igen, ugye első Ferenc József halála után szállt rájuk végül is a... Így van, ugye magyar királyát 19-ben, december 30-án itt Budapesten koronázták őket meg, apostoli királyunká Károlyt és Zitát királynénká, de sajnos a háború alakulása arra kényszerítette őket, hogy sok millió honfitársukhoz hasonlóan ők maguk is földön futóvá váljanak. Tehát nem csak a háborúságnak, a háborúnak a különböző szenvedéseit tapasztalták meg, hiszen nem elzárkóztak a háború borzalmai elől, hanem mindenekelőtt igyekeztek békét teremteni, békét kötni. Sajnos ennek nagy világpolitikai összefüggései nem tették lehetővé, hogy olyan hamar sikerüljön békét kötni, mint ahogy azt IV. Károly és Zita királyné szerette volna. Viszont rendszeresen látogatták a harctereket, ott a beteg katonákat igyekeztek ellátni, ápolni, és természetesen erre rengeteg energiát és pénzt felszabadítani. És hát ugye az uralkodására Zita királyné mindig szolgálatként tekintett, most nem IV. Károlyt emelem ki, ugye itt leginkább a beszélgetésünkben Zita királynére fókuszálunk. Természetesen a férjével is így volt ez, hogy ő is szolgálatként tekintett az uralkodásra, de Zita királynének a tetteiben ez hogyan nyilvánult meg, például a háború idején? Például a háború idején azáltal nyilvánult meg, hogy ő rendszeresen, nagyon egyszerű módon
bent a harcok színterére, talán egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amelyet most látunk, hogy a Szent Atya ide küldött két bíborost, Krajewski bíborost és Cserny bíborost, akik nem a római bíbornoki méltóságukat tekintették, hanem azt a konkrét segítségnyújtási vágyat, hogy oda menjünk a szenvedőkhöz. Tehát Zita királyné nem messziről szép leveleket írt a szenvedőknek, vagy éppen pénzt küldött a szenvedőknek, hanem ő maga is odament. Tehát osztozni akart a szenvedésükben, látni akarta, és talán ezáltal akart erőt adni nekik, hogy nézzétek, én bár nem tudom megváltoztatni a háború irányát, de veletek vagyok, hiszen szolgálatként tekintett az ő királynéi küldetésére. Ugye a második, vagyis hogy a világháború, ez egy nagy háborúról beszélünk, tehát az első világháború, amikor véget ért, akkor ott megint csak nehéz évek következtek, hiszen számüzetésbe kerültek. Negyedik Károllyal együtt el kellett hagyniuk Magyarországot, de próbáltak egyébként itt maradni. Próbáltak itt maradni, volt két visszatérési kísérletük is. Sajnos Negyedik Károly és talán Zita királyné életében túl azon, hogy el kellett hagyni a választott otthonát, az osztrák-magyar monarchiát, le kellett mondani a trónról. A legnagyobb veszteség talán akkor érte, amikor 1922. április 1-én férje, Károly meghalt. A spanyol nátha szövődvényeiben, Madeira szigetén, messze a szeretett hazától, fiatalon, 31 néhány évesen maradt Zita királyné özvegyasszony, és így nevelte, közben még az utolsó gyermekük, akkor a nyolcadik gyermekük Zita királyné testében volt, és sajnos, amikor ő már megszületett, akkor Károly már nem élt. És hát ugye a spanyol náthában megbetegedett férjét, Negyedik Károlyt, a gyermekek nevelése közben ápolta, és akkor is a legnagyobb alázattal tette mindezt. És azt hiszem, hogy itt most lehet egyfajta, hát szomorú párhuzamot vonni a most kialakult helyzettel, ugye az ukrán-orosz háború kapcsán, akár, hogy mondjam, az ő példája erőt adhat azoknak is, akik a segítség oldalán nyújtanak most szolgálatot, hogy a bajban hogy lehet segíteni alázattal a rászorulóknak, de azoknak is erőt adhat az ő alakja, akik mondjuk férjüket, nagyobbik fiúkat hátrahagyva eljönnek Ukrajnából, és úgy próbálnak új életet kezdeni a semmi nélkül, hogy kisgyerekkel vagy egy újszülőttel érkeznek mondjuk ide Magyarországra, és mennek tovább máshová. Így van, és én azt gondolom, hogy Zita királynénál ez a mélységes Isten hite volt számára ez a támasz. Talán a remény a reménytelenségben, hiszen kataklizmaszerű összeomlás volt annak idején Európában, és nagyon bízom benne, hogy nem kell nekünk újra egy ilyen kataklizmaszerű összeomlást átélnünk. Ezzel együtt a remény kell, hogy legyen számunkra is az útmutató. Tegnap, mikor reggel egy budapesti kávézóban reggeliztem, velem szemben két ukrán hölgy egy kisgyermekkel szintén ott reggeliztek, és a kisgyermek, egy néhány 4-5 éves kisgyermekről volt szó, egy kis vonattal játszott, és ennek a kisgyermeknek a szemében ott volt a remény. Ez a gyermeki szeretet és remény, hogy valahogy Isten talán megsegít bennünket, és minden nehézség ellenére én ezt látom Zita királyné életében is, hogy számos összeomlás követően mindig tudott újra kezdeni, felállni és tovább menni. És ehhez kellett az a mély hit, amelyet ő ápolt is. Talán teológusként hozzátehetem azt is, hogy ugye a hitet, amelyet szüleinktől kapunk, amelyet az egyháztól kapunk, ezt nekünk folyamatosan ápolni kell, megújítani kell, hozzátenni. Zita királyné életére jellemző volt a napi szintű szentmise, hallgatás, imádság, rózsafüzér, lelki beszélgetések, sőt, talán kedves hallgatók és nézők nem tudják, hogy ő bencés obláta volt. Ez azt jelenti, hogy egy harmadrendszerűen csatlakozott a bencés rendhez, egy franciaországi bencés apátsághoz, ugye ora et labora, imádkoz és dolgoz, és ez az ő életében mintaszerűen megvalósult, hogy amellett, hogy napi szinten imádkozott, szentírást olvasott, szentmisére járt és gyónt, dolgozott. Tudatosan építette
az Isten országát. Akkor is, amikor az ő családjával foglalkozott, akkor is, amikor hozzáérkezőkként próbált segíteni, számos, ő amikor külföldi számüzetésben volt, kapott kéréseket, hogy segítsen, és meg tudta tenni azt, hogy ő, aki szintén nehézségben volt, másokon próbált segíteni. Jó szóval, de ha kellett is, hogyha lehetőségi engedték, akár tevékenyen is. Megint csak az ő példájából okulva, mi itt a kis átlag életünkben tényleg meríthetünk abból, és mikor a saját szenvedéseinkre fókuszálnánk, bizony az félre lehet tenni, és az előtérbe lehet hozni akár a szenvedő családtagunknak, vagy beteg családtagunknak, vagy ismerősnek, akár most ugye az önkéntesek részéről a háború elől menekülőknek a segítséget. Tehát azt kell előtérbe helyezni, és hirtelen a mi problémáink már nem is tűnnek olyan nagynak. Így van, én azt gondolom, hogy ha kilépünk egy kicsit önmagunkból, és nem csak folyamatosan önmagunk és az önmagunk nehézségei körül forgunk, amelyeket én nem szeretnék bagatelizálni természetesen, de hogyha megnyitom szívemet a szenvedők előtt. Ugye Jézus azt mondja, mondja az evangéliumban, hogy aki befogad egyet a legkisebbek közül, az engem fogad be. Hát mi lehet csodálatosabb egy ember számára, aki talán szintén nehéz helyzetben van, hogy magát Jézust fogadhatja be? Tehát az evangéliumnak ez a felszabadító öröm üzenete, hogy aki betegekkel, menekültekkel, szenvedőkkel, kirekesztettekkel találkozik, és őket valamilyen szinten befogadja, rajtuk segít, az magával, az élő Úrral kerül kapcsolatba. Én azt gondolom, hogy ez Zita királyné életében mérce volt, célkitűzés volt, hogy tudatosan törekedni az ilyen fajta találkozásokra. És később, amikor időskorában Svájcban élt, és meglehetősen egyszerű körülmények között, de hát mégiscsak egy békés országban, ő folyamatosan még ott is kereste azt a lehetőséget, hogy hogyan tud segíteni hozzáérkezőkhöz. Volt olyan, ismerek valakit, aki bekopogott hozzá, mert durdefektet kapott az autója például, és tudta, hogy itt lakik a Zita királyné, és bement hozzá segítséget kérni. Természetesen nem azért, hogy Zita királyné a kerekét kicserélje, de hogy befogadja egy éjszakára, hogy megszállhasson nála, és a többi, és a többi. Tehát ez a nagyon egyszerű, és nagyon egyszerű módon is lehet segíteni. Tehát sokszor azt gondoljuk, hogy a segítség az egy nagyon komplex kérdés. Természetesen mindenki tud segíteni. Ha egy pohár vízzel, ha egy jó szóval, ha egy mosolyjal, egy befogadással, egy megbocsátással, az már az Isten országát építi. Ön fordította magyarra azt az ima füzetet, amely ugye itt a királyné szellemiségében íródott. Itt mivel találkozhat az olvasó, mikor kézbe veszi ezt az ima füzetet? Amikor az olvasó ezt az ima füzetet kezébe veszi, akkor találkozhat Zita királyné életével, találkozhat az ő lelkiségével, és azzal a szándékkal, hogy a boldogavatás folyamata Isten akarata szerint haladjon. Hiszen ezt ki kell mondani, hogy minden boldogavatási folyamat tulajdonképpen az Isten akaratára való ráhagyatkozás kérdése. Az életszentség Isten ajándéka. És hogyha meggyőződésünk az, hogy egy-egy ember életében a kegyelem oly fokon működött, hogy számunkra ez az illető személy példa is, és biztatás lehet, akkor ezzel tulajdonképpen nem ezt a személyt helyezzük a középpontba, hanem ezen a személyen keresztül az isteni kegyelmet. Azt a kegyelmet, amely bennünk is működik. Tulajdonképpen, amikor egy-egy boldog vagy szent ember életére tekintünk, akkor az isteni kegyelemre tekintünk. Második János Pál pápához fűződik az, hogy ő megnyitotta a szentélyavatás tárházát, és az ő élete során, az ő pontifikátusa során több ezer szentet és boldogot emelt az egyház oltárára. Sokan felrótták ezt neki, hogy talán egy kicsit devalválódik ezzel a szentélyavatás és a boldogavatás folyamata. Ha viszont megértjük a szent pápának az élet útját és az ő teológiai gondolkodását, akkor ezzel, hogy minél több boldogot és szentet, asszonyokat, férfiakat, gyermekeket, fiatalokat próbált példaként állítani a szemeink elé, akkor ezzel egy üzenetet fogalmazott meg. Az életszentség mindenki számára nyitott.
És lehetséges. És lehetséges. És ezen az úton el lehet indulni. És hogyha valaki elindul az életszentség útján, a kegyelem útján, akkor maga Isten az, aki vezeti és támogatja ezen az úton. És Szent II. János Pál pápa egyébként ismerte is személyesen Zita királynőt, és egyébként ő volt az, aki először ugye kezdeményezte a boldoggáavatási eljárást, aztán kitette hivatalossá ezt a kezdeményezést. A kezdeményezés az Franciaországban indult, az egyházmegyei szakasz 2008-ban indult, de valóban, ahogy ön is mondja, már az IV. Károly királyunk boldogavatása alkalmával felmerült a kérdés, hogy talán mindkettőjüket egyszerre kellene az egyház oltárára emelni. Amikor 2004-ben IV. Károly királyunkat, és ez volt az ő utolsó boldogavatása, II. János Pál pápának, az egyház oltárára emelte, akkor érdekes módon az ünnepnapjául nem a születése, vagy ahogy általában szokás, a halála napját választotta IV. Károlynak, hanem október 21-ét, a házasságkötésük napját. Ezzel azt akarta üzenni számunkra ez a szentéletű pápa, hogy nem csak személyesen lehet a szentség útján járni, hanem együtt is. Hanem együtt, házasságban. És kell-e ennél nagyobb példa és biztatás a mai korban, amikor sajnos a házasság szentsége, a házasság intézménye bizony sok sebből vérzik. Mert gyakran úgy érezzük, hogy ha karriert szeretnék, akkor a házasság az engem abban gátol. Hát lehet-e annál nagyobb karrier, mint ahogy Zita és Károly megfogalmazták, hogy egymást segítsük Isten országába. És bízunk benne, és ezért imádkozunk, és erre próbálnék mindenkit hívni, hogy imádkozzanak Zita királyné boldogavatásáért is. És talán megadatik számunkra az, hogy egy idő után majd egyszer, egy napon tudjuk ezt a szent életű párt ünnepelni, hogy legyen a mai korok emberének, házasságra készülő fiatal párok számára is bátorítás a döntés mellett. Mert bizony a legrosszabb döntés, hogyha nem hozunk döntést. És Károly és Zita tudtak nagyon nehéz időben is dönteni és kitartani a döntésük mellett. Talán ez az, amit szintén tanulhatunk tőlük. Egyébként a házasság patronusai is ők. Így van, tehát, hogy túl azon, hogy királyaink voltak és szentéletű emberek voltak, talán számunkra a legfontosabb és a legaktuálisabb, hogy a házasság patronusaként tekintsünk mindkettejükre. Hiszen ők megtapasztalták azt, hogy mit jelent házasságot kötni, mit jelent úgy házasságot kötni, hogy talán a család nem minden tagja volt ezzel a házassággal, nem értett egyet talán ezzel a házassággal, mert ahogy mondtam, ez egy szerelemházasság volt. És a szerelemházasság az igazi, az őszinte házasság talán felírja a bizonyos érdekeket. Számításokat és érdekeket. Pontosan. Ezen túl gyermekeket neveltek. Nehéz körülmények között. Isten szeretetre és haza szeretetre. Én azt gondolom, hogy a mai korban sincs nagyobb feladata minden családanyának és édesapának, hogy erre a kettőre próbálja az ő gyermekeiket a mai modern korban is nevelni, hiszen ez a két támasz az, ami segít bennünket eligazodni ebben az életben. Az Isten szeretete és a haza, a népünk szeretete. Mikor és hogyan érkezett a felkérés, hogy Norbert legyen ugye a boldogavatási eljárás magyarországi ügyeinek a közbeni árója? Alexander Leonard postulátor atya, ő a Strasburgi főegyházmegyének a papja, kért fel engem néhány évvel ezelőtt, elsősorban annak idején teológiai szakértőként, hogy részt vegyek a boldogavatás előkészítésében, és miután talán úgy gondolta, hogy még többet tudnék segíteni és használni ennek az ügynek viceposztulátorként, tehát az ő helyetteseként tulajdonképpen, akkor felkért, hogy vállaljam el ezt a feladatot, ugyanis Svájcban élek, és Zita királyné élete jelentős részét Svájcban töltötte. És talán ez a svájci életút egyfajta híd az ő számüzetése és az ő ausztriai és magyarországi életek között is. Úgyhogy talán ennek ilyen nyelvi okai is voltak, hogy ugye a magyar mellett a németet, a franciát, az olaszt és az angolt is beszélem, emiatt talán egy ilyen megfontolásból esett rám a választás.
óriási öröm, és természetesen óriási felelősség is, hiszen mégis utolsó apostoli királyi házaspárunkról van szó, Károlyról és Zitáról, és az ember érzi a történelem súlyát, amikor Zita királyné leveleit olvassa, amikor az ő életének különböző szakaszait vizsgálja. Fantasztikus, gazdag életút, ugye 97 évet élt Zita királyné, és ennek az életútnak a tanúja lenni óriási alázattal tölti el az embert. És akkor itt végezetül, tehát hogy áll most konkrétan a boldoggálvatási eljárás, és mi szükséges még ahhoz, hogy boldoggálvassák? Minden boldogavatási eljárásnak két szakasza van, az egyházmegyei szakasz és a római szakasz. Mi jelenleg még az egyházmegyei, tehát az első szakasznak talán a vége fele járunk, azt tudom mondani, jól halad az ügy, a boldogavatás ügye, hiszen nem csak Magyarországon imádkoznak, nagyon sokan érte, és itt külön meg szeretném köszönni Erős Réka Mária segítségét, támogatását, aki az első imakört hozta létre itt Budapesten, a Zugligeti plébánián, és innen aztán elterjedt Magyarország különböző pontjaira ez az imakör, amely rendszeresen, heti rendszerességgel imádkozik a boldogavatásért. De ilyen imakörök vannak Franciaországban, vannak Ausztriában, Németországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Csehországban, és még sorolhatnám. Nagyon-nagyon sok, és talán ami megdöbbentő egy kicsit, nagyon sok fiatal csatlakozik ezekhez az imakörökhöz. Mert valahogy inspirálja őket, lelkesíti őket ennek a fiatal asszonynak az élete, hiszen ő egyszer fiatalon indult el az Isten szolgálat útján, és azt lehet mondani, hogy a boldogavatás folyamatához számos olyan tanúságtételre van szükség, amelyet sikerült összegyűjtenünk az elmúlt években, amely az ő Zita királyné életszentségét bizonyítja. És hogyha Isten is úgy akarja, akkor hamarosan ezt a szakaszt le tudjuk zárni, és az elkészült anyagot el tudjuk küldeni Rómába, bízva abban, hogy utána, miután ott is átvizsgálják az általunk leadott anyagokat, akkor elindulhat majd a második szakasz. Akkor a római szakasz. Én most így a beszélgetésünk végén ezt kívánom akkor. Nagy Norbert viceposztulátor volt a vendégünk, köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm a lehetőséget.